Egy nagyon különleges kirándulásnak lehettek részesei a mellettem álló fiatalok. Ennek a részleteiről szeretném először tanárnőt kérdezni. Bécsben jártunk az elmúlt hét pénteken, június 8-án. Gyakorlatilag januárban zajlott egy országos verseny döntője, amit az EGRI Univerzitás Egyesület hirdetett meg, Fiatalok a nemzetközi kapcsolatokban kultúrák közötti párbeszéd címmel. Az iskolánk csapata az országos második helyezést érte el. Az infenkészítésemmel, illetve a másik csapat, amelynek a hölgyen képviselője, Reményikné Margit kolléganőnk vezetésével az országos ötödik helyet érték el. Ez volt az egyik apropója a jutalomnyereményünk. A másik pedig, hogy 2015 óta ápol kapcsolatot iskolánk az EGRI Egyetem politológia tanszékével. Már kétszer vettek részt az egyetem által meghirdetett tehetséggondozó táborban, az úgynevezett Bibó táborban, és néhány tanuló pedig ezen jutalom kapcsán vett részt ezen a bécsi kiránduláson. A diplomata negyedbe mehettünk a nagykövetségre. Hatalmas élményben volt a gyerekeknek része, én úgy gondolom. Hát ez valóban szerintem egy páratlan Füreden nem sok tanuló büszkélkedhet azzal, hogy ide eljutott. Akkor gondolom nagyon sok élménnyel gazdagodva tértetek haza. Megosztanátok-e velem, illetve rajtam keresztül a nézőkkel, hogy mi volt mindegyikünk egy-egy olyan személyes élmény, ami nagyon megragadt? Számomra a legnagyobb élmény az volt, hogy egyáltalán bemehettünk a nagykövetség épületébe, és körbevezettek minket, és elmesélték, hogy a Habsburg családot hogyan élt, és hogy mik történtek ott, és hogy körbevezettek az egész épületbe. Nekem a legnagyobb élmény az volt, hogy találkozhattunk Bóta Zsolttal, aki a nagykövetségen egy vezető szerepet tölt be. Ő a nagykövet után tulajdonképpen a második ember. Ő tartott nekünk egy előadást az életpályájáról, és a diplomaták feladatairól, teendőiről, és tulajdonképpen arról, hogy mi is hogyan válhatunk diplomatává. Ez a gondolat nagyon foglalkoztat téged, úgy hallottam, te szeretnél is diplomata lenni. Igen, szeretnék majd a jövőben a Corvinuson elvégezni a nemzetközi kapcsolatok szakot, és ezután pedig a külügyminisztériumban elhelyezkedni. Akkor itt azért kicsit belekóstolhattál az életbe. Nézzük akkor a következő. Nekem a legnagyobb élmény az volt, hogy személyesen meghallgathattam egy embernek az élményeit, aki átélte a 1956-os magyar forradalmat, ugyanis elmondta nekünk, hogy hogy került Ausztriába, meg hogy rengeteg honfitársa hogy került Ausztriába menekültként, és hogy nagyon részletes élménybeszámolót tartott arról, hogy Nyugat-Ausztriába jártak egy gimnáziumba, és hogy a magyar tanárokkal együtt vihették tovább az oktatást. Hát szerintem ez egy nehéz kérdés, mivel hogy az ember életének ez egy meghatározó része, hogy egy ilyen kiránduláson vett részt. Ha mindenképpen választanom kéne, talán én is ezt a beszélgetést tudnám kiemelni. Ezt Fáji Jenővel folytattuk le ezt a beszélgetést. Hát ugye ő a Fáji családnak, aki egy történelmi magyar család, neki az egyik leszármazottja, és hát neki a személyes élményeit hallgathattuk meg az 56-os forradalomról, a családjának a hátrányairól a kommunizmus alatt, és ehhez hasonló kérdéseket is feltettünk neki, és egy kötetlen beszélgetésen váltunk vele részt. Azért ezekhez a versenyekhez egy kemény felkészülés és gondolom szükség volt. Hogy zajlik ez itt az iskolában? Ezt hónapokon át tartó hosszú munka előzi meg, több fordulós ez a verseny. Az idén volt egy különleges fordulója, ahol egy internetes lapot kellett üzemeltetni, egy teljesen képzeletbeli országot kellett kitalálniuk, annak földrajzát, gazdaságát, politikáját, társadalmát, kultúráját. Őrült nagy munkát végeztek a gyerekek. Aztán volt egy olyan fordulója, amikor nemzetközi politika, kapcsolatok, európai politika, kultúra, vallások, számos kérdésben kellett több oldalas feladatlapot megoldaniuk, illetve egy hosszú, komoly eszét megírniuk. Nagyon sokat dolgoztak a gyerekek. Végül pedig ugye bejutottunk az országos döntőbe, ami január 23-án zajlott Egerben. És ott az ország minden részéről érkeztek gimnáziumok, hát bennünket a nagy ellenfelünk, a Pécsi Lővei Klára gimnázium előzött meg, de nagyon büszkék lehetünk, azt gondolom, egy kisváros kis gimnáziumából a gyerekekre, és aminek külön örülök, hogy nem kellett őket noszogatni, teljes erőbedobással, lelkesedéssel végezték a munkát, és ugye 11-esek, gondoltam, hogy már jövőre a felvételire készülnek, de olyannyira lelkesek és élvezték ezt az egész versenysorozatot, hogy
12-ben úgy tűnik, ismét szívesen megpróbálkoznának vele. Ezekből a témakörökből kihez melyik állt a legközelebb? Volt-e valami csapatmegosztás, hogy ki miből készül jobban, és ez alapján készültek, vagy mindenki mindenbe teljes erővel berúgta magát, és akkor visszatérve az eredeti kérdésre, kinek melyik volt a kedvenc területe? Nekem a versenyben a kedvenc részem a politikával kapcsolatos feladatok voltak, amikor képekről kellett például felismernünk több vezető beosztású, például az ENSZ vagy az Uniónak a vezetőit kellett felismernünk fényképekről, vagy a politikai rendszerek, amelyekről tudni kellett egy ilyen előadást tartani, vitát tartani a migrációról például. Vagy az internetes feladat is nagyon tetszett, egy Facebook oldalt kellett üzemeltetnünk, egy képzeletbeli országnak kellett kitalálnunk tulajdonképpen mindenét, a politikától, a gazdaságon keresztül. Az országot igyekeztük olyanra kitalálni, hogy tükrözön mai problémákat is. Például nemzeti ünnepként beletettük az általam kitalált Indián Holocaust nevű eseményt, mert ugyanis azt veszem észre, hogy az indiánokra sehol sem figyelnek igazán. Tehát rájuk szerintem jóformán senki sem emlékszik, és úgy voltunk vele, hogy mi ebbe a kitalált országba beleteszünk egy ilyen ünnepet, meg kitaláltunk olyanokat, hogy az ország befogadott rengeteg kelet-német és magyar menekültet a hidegháború alatt. Például amikor a NDK-ba felépült a berlini fal, vagy amikor Magyarországon kitölt az 56-os forradalom, és igyekeztük azért az országot elég változatossá tenni, tehát a földrajzában megtalálható ugyanúgy a magas hegységek, tengerpartok, édesvízű folyók és tavak. Számomra még, ami igazán tetszett így a feladatok közül, az, amikor egy képről kellett megismerni egy nagyvárost. Szerintem ez a feladat inkább műveltséget és lexikális tudást igényel. Nekem jóformán ezek tetszettek a legjobban, meg az utolsó feladat is, amikor pár tényből kellett kitalálni, hogy melyik országról van szó. Hát itt a jelenlévő társaim között én vagyok az egyetlen, aki nem a versenyen keresztül jutott be ebbe a jutalomkirándulásba. Én a Bibó táboron keresztül jutottam be. Itt ez a táborról azt kell tudni, hogy ez egy ilyen politikai tehetséggondozó tábor, és itt a három legjobbat díjazzák. Az első kategória, amiben én jutottam be, az a legaktívabb résztvevő. Van a legtöbbet fejlődött, ott Csenge jutott be, és van még a harmadik, a tanárok szavazati alapján a legjobb, ott pedig egy pásztói srác, őt Kővári Szabolcsnak hívják, ő jutott be. Hát nekem a táboron belül a legnagyobb élményem az talán az volt, hogy tanulunk olyan dolgokat is, amiket igazán az iskolában nem tanítanak, és nem is tanulunk, viszont az életben hasznát vesszük, ilyen például a tárgyalástechnika. Ez például egy állásinterjúban nagyon hasznos lehet az embernek. Akkor én még egyszer gratulálok mindenkinek az elért eredményekhez, tanárnőnek a felkészítéshez, és én úgy érzem, hogy jövőre biztos számot tudunk adni egy újabb sikerről, és egy újabb kirándulásról valószínűleg.